Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm Póka Lacinak, hogy megszervezte ezt a demonstrációt. És én úgy vélem, hogy nagyon sok olyan mondat, olyan sok gondolat hangzott el, ami karcosan, erőteljesen fogalmazta meg azt az érzést, ami az itt levő emberekben felgyülem lett. Mégpedig azért, mert ami itt megtörtént ebben az országban az elmúlt 22 évben, az maga a gyalázat. Én ismertem ezeket az embereket régebről, ismertem Lacit is, ismertem, amikor megjelent először, és az autóval eljött egy autós vonulásra, és nem tudom szó nélkül hagyni azt, hogy miért is vált ez az egész hang nem ilyen radikálissá. Egyszerűen azért, mert amit kértek, szépen kértek, amit írásban küldtek el, amit petíciókban akartak átadni, azt semmibe vették. Természetes dolog, hogy radikalizál az a közösség, amely el akarja érni a célját, aki meg akarja védeni a családját, és nem kap visszajelzést a hatalomtól, az radikalizálódni fog, és egészen olyan mértékig fog radikalizálódni, ameddig a hatalom ezt kiprovokálja. Ne felejtsük el azt, hogy 2006-ban mi történt. Emlékezzünk arra, hogy akkor Gyurcsány Ferencék tették azt, amit egy kormányfőnek nem lett volna szabad. Először porigalázták a nemzetet, utána pedig belelőttek a tömegbe. 2010-ben egy új kormány került hatalomra, és a felelősségre vonása mindezeknek az embereknek várat magára. Nem csoda az, hogy a devizahitelesek így tekintenek a problémára, hogy ha valaki azt mondja, hogy szeptember 1-én majd szóba kerül a parlament első ülésszakán, és azonnal megoldást keresnek a devizahitelesek problémájára, ezek után jön egy olyan hír, hogy hát majd november 1-én és ukáz a bankoknak, majd egy ilyen fél hír egy másik vezető politikustól, aki azt mondja, hogy december 31-ig kell megoldani a problémát. Tudjuk pontosan, hogy ez így marad, akkor ugyanúgy lesz megoldva, mint a 2006-os sortüzek levezéléseinek az ügyei, tehát soha napján. 7 év telt el azóta, nekünk pedig egy hónapunk, két hónapunk sincs arra, hogy ezt a problémát megoldjuk, hiszen rengeteg embert lakoltatnak ki, még több ember kerül vállalhatatlan helyzetbe, és hogyha a hang radikális lesz, akkor én azt mondom, legyen radikális, és minél keményebb, minél erőteljesebben mondjuk ki a véleményünket, és igaz civilként harcoljunk a saját hazánkért. Azt az országot, amelyek olyan politikusok vezetik, akik elvtelen kompromisszumokkal a nemzet és a lakosságnak a kárára teszik meg a dolgokat, az a vezetés a leváltásra, minimum a leváltásra érdemesül, és szép szavakkal, csúsztatásokkal, bankmentésekkel ezt nem lehet orvosolni. Az emberek élete az mindenek fölötti. Ha az embereknek a gyermekeit nevelő otthonba viszik, ha az emberek éhen halnak vagy öngyilkosok lesznek, ott nem lehet szép szavakat használni és kiskapukat hagyni azoknak a bankoknak, akiknek állítólag azért kell teret hagyni, mert hogyha nincs nekik elég tér hagyva, akkor lehetetlen helyzetbe sodorják az országot. Ha így van ez az egész helyzet, ahogy állítják a politikusok, akkor azonnal rendszerváltás kell, mert ahogy Laci is elmondta, ahogy elmondta Fodor Sanyi is, vállalhatatlan egy olyan ország, ahol a demokrácia csorbul csak azért, mert más érdekek, bankok érdekei, hazáruló pénzintézeteknek az érdekei felülírják a nemzet érdekeit. Tehát igenis kérem a civileket, ahogy kértem mindig is az elmúlt 7 évben, álljanak ki, harcoljanak az igazukért. Sokszor sokan megvádoltak bennünket azzal, hogy Jobbik közeli a otthonvédők csapata, mert Zékárpád Dániel, aki kiállt a devizahitelesek ügye mellett, az érdemes gondolatokat táplált, amellett jó volt kiállni. Megvádoltak azzal, hogy a liberálisokhoz húzunk, mert Siffer Andrással tárgyaltunk azért, hogy lehet a devizahitelesek problémáját megoldani. Aztán megvádoltak azzal, hogy fideszesek vagyunk, mert Dobrovszky György úrral is tárgyaltunk a devizahiteles probléma megoldásának az érdekében, sőt a legutóbbi időben Bajnai oldala is megkeresett, hanem valamiért szeretnék cselekedni és meg szeretnék oldani a devizahiteles problémát. Mi civilek vagyunk, pártoktól független civilek, nemzeti érzelmű civilek, akik a hazánknak tartozunk felelősséggel, és nem a politikai elitnek. Nekem az a furcsa, és ezzel be is fejezném a gondolataimat, hogy ez a rendszer, aki kétharmados többséggel, annak idején, annak az embernek a vezetésével, aki kimondta, hogy az orosz csapatokat ki kell Magyarországon küldeni, olyan rendszert tart fenn, amiben Bajnai, Gyurcsány és a többiek még mindig partnerként vannak jelen. Mi pedig azt akarjuk, hogy a nemzetárulók és azok, akik ebben az országban a nemzet kárára törnek, azok tűnjenek el a politikai közéletből, és a civilek igenis erőteljesen vegyenek részt, és megoldjuk a problémát. Köszönöm, hogy meghallgattatok!